A kutyák lennének egy képzeletbeli állatolimpia abszolút favoritjai. Tömegének 60-szorosát is képes ugyanis elhúzni egy teljesen normálisan kinéző 30 kilós bullterrier. Egy másik pedig magasugrásban veri az abszolút világcsúcstartó embert vagy lovat. Elképesztő állati teljesítmények és lihegő rekorderek nyomába eredtünk, mert hogy létezik overdoznál is gyorsabb kutya. Íme a fantasztikus sprintverseny egy kétlábú és egy négylábú atléta közt. 10 évvel ezelőtt a világ egyik leggyorsabb embere, Ben Johnson, csak pár méterig bírta az iramot egy angol telivérrel szemben. A ló már rég az istállóban pihent, mire a kanadai villámember beért a célba. Bebizonyosodott, hogy lassú vagyok. Sanszom nem volt ebben a versenyben. Nehéz súlyú atléták, azaz a kutyák herkuleseinek viadalán voltunk. A kutya 20 kiló. És eddig legjobb teljesítmény az 1000-1200 kiló volt. Most mérlegeltünk 30-33-mal, és hát remélem 2 tonna fölé tudunk menni. Kérdés az, vajon egy ilyen kutya, vagy mondjuk egy 130 kg-os, ereje teljében lévő férfi erősebbe, akik képesek akár 100 kg-os súlyjal rohanni, vagy egy kamiont elhúzni. A megmérettetésen bull típusú ebek 200 kilós vaskocsival könnyedén sprinteltek, saját marmagasságuk 3-szorosát ugratták meg, mint egy szöcske, és súlyuk 60-szorosát húzták, vonták 30 méteren keresztül. Ez lenyűgöző és félelmetes az ereje, emberhez képest, és nagy erő kell ahhoz, hogy én megtartsam őt. Molly mindössze 30 cm, mégis képes nekifutásból 2 méter 50 cm magasra felugrani. Már kölyökként hihetetlen rugalmas volt, bármilyen magas kerítésen átugrott. Sajnos felügyelet nélkül kertesben sem tudtuk, mert ha meglátott egy kutyát esetleg, vagy bármi neki nem tetsző dolgot, akkor... Akkor hát nem ugrott ki, de meg volt rá az esély. Nézzük csak, a legendás kubai atléta Javier Sotomayor 1993-ban ugrotta meg a 2 méter 45 cm-t. Ezzel a mai napig ő tartja a magasugrás világcsúcsát. Egy angol telivér 63 évvel ezelőtt 2 méter 47 cm-es kőfalat repült át. Ezt a fantasztikus csúcsot azóta sem döntötték meg. Molly azonban a kivételes képességű atlétához és a fantasztikus lóhoz képest 5 centivel ugrott nagyobbat. Számomra is hihetetlen végül is, tehát atletikus, be tudom ennek. 50 méteres sprint 200 kg-mal nehezítve 6 másodperc alatt. A bull típusú kutyák közt akad olyan, aki képes 50 km/h sebességgel is száguldani. Nem megdöbbentő, ezek munkakutyák, tehát természetes, hogy ennyi súlyt el kell, hogy húzzanak. Az a kutya húz ennyit, amelyik akar. Az agaraknál nem ritka az, hogy 70-nel is tudnak repeszteni. Overdose a villámlábú telivér 60 km/h is képes száguldani. Míg a világ egyik legeredményesebb atlétája, Carl Lewis, 43,37%-dal csak kocog a négylábú sportársaihoz képest. Most jöjjenek a bull terminátorok. Ezek a kutyák körülbelül 40 kg-osok. Képesek akár 2,5 tonnát is elhúzni egy sínes kocsin. A világ legerősebb embere ennél 2100 kg-mal kevesebbet, mindössze 350 kg-ot tud kinyomni fekve, ehhez ugyanis ugyanazokra az izmokra van szükség. Ez az erős legény már másfél évesen olyan kondiban volt, hogy gazdáját séta közben újrángatta akár egy rongyot. A kutyus ízületei a nagy súlyok húzása miatt már kicsit elkoptak. 2 év múlva abba hagyja az aktív sportot. Most ő 2 éves, olyan 4 éves koráig szeretném ezt csinálni. 4 éves koráig. Amíg ő azt mondja, hogy szereti csinálni. A képzeletbeli ember és állatolimpia dobogójának legfelső fokára kutyák állhatnának. Erőben, gyorsaságban és kitartásban mi nem vehetjük fel velük a versenyt. Szerencsére ők ezzel nincsenek tisztában, ezért minket gazdájuknak és a legjobb barátjuknak tekintenek. Ismét felborzolta a kedélyeket Susan Boyle, a skót axűz. A 47 éves asszony már nem csak az angolok legnagyobb kedvence, a világot is meghódította áriájával. A jelenleg munkanélküli hölgy ugyanis továbbjutott a britek legnagyobb tehetségkutató versenyén. Az előselejtezőn bemutatott musical részletet már 18 millióan látták az interneten, ezzel a hónap legnézettebb videója lett. Hatalmas sikerét annak köszönheti, hogy tűrte a zsűritagok előítéletektől sem mentes froclizását, és kiállt énekelni a színpadra. Az újabb dalt, illetve produkciót